Csáó, és üdvözlök mindenkit a következő gépjáték gameplay videóban, és egy iszonyú régen játszott sorozattal tértem vissza a csatornára, ami a My Summer Car már iszonyú rég volt, legalább egy hónapja volt My Summer Car videó, és ahogy a címből is láthatjátok, van egy elhatározásom erre a videóra, és nem nagyon tudok róla sok mindent, úgyhogy majd a videó felvételek közben fogok rájönni egy-két dologra, de minden esetre jó szórakozást a videóhoz, ha tetszik, akkor lájkold be, és nézd végig. Na, irány a videó. Hát, atya úr Isten, de rég voltam már ebbe a játékba. Azóta mennyi minden történt, nem tudom nektek mikor ment ki a videó, én fix, hogy legalább egy hónapja játszottam. Miért meg a karakter? Azóta meggyilkoltam, vagy nem tudom. Hogy mondod, hogy menjek el, érted? Menjek el, érted a pubba? Végre bekaptuk ezt a küldit, na már csak látnom kéne, hogy hol vagyok. És itt van. Szevasz. Gyere te fasz. Ne pofázzál, koncentrálok. És akkor innentől kezdve elvileg időre megyünk, ahány másodperc, annyi már nem tudom, max 5000, már kíváncsi vagyok tényleg, hogyha időre kapjuk a lóvét, hogy most jövök, mint állat. Jó, itt vagyunk. Nincs ABS a kurva anyád. Figyelj, itt kiszáll. Ez a see you later. És pénz? A büdös. Ne menekülj. Fölmegyek oda is utánad. Na hazamegyek, inkább megcsem a szacumát. Én nem megyek ezzel rallizni. Ha olyan tempót lehet vele jönni. Azt várom már, mikor szállok bele valamelyik villanyoszlopba itt a utolsó pár méteren. És ez a szacumába sincs ABS, meg semmilyen elektronika. Na az jó lesz. Még nem is rallizok, csak ha rugókat cserélem ki, a felfüggesztést csinálom, és már most az idegösszeomlás kerülget. Én nem tudom, hogy alapból ez a helyzet, hogy hogy került ide az autó, már az el kéne magyaráznom, de nem fogom, mert igazából én se tudom. Mutattam a fölállást, ezt a játékot különben be kéne tiltani. Úgy, ahogy van, be kéne tiltani, mert agyvérzést kapok tőle, bal. Ez a jármű nem megfelelő ide, úgyhogy arrébb raktam. Kell a nagyvasba az, mert már szomjam döglik a karakter most meg közben. Rászállom az egész vasárnapomat erre a kibaszott undorító szar videóra, és még az se lesz elég megcsinálni. Rohadjál meg, ezzel nem jössz ki, ezzel nem jössz ki, mondjuk én meg nem megyek be. De hogy nem megyek be? Elmutatom én ezt, hogyan kell kiszedni innen, ilyenekhez kell folyamodnom. Mi van, nem jössz ki? Semmi? Nem jössz ki? Hogy a rákba ne jönnék ki? Választásod nincsen, bazd meg. Félbeszakad a kaszt, én akkor is kihúzom. One eternity later. Na ezt már nevezem. Na ez fú, ez nagyon jól fog mutatni az én. Hát nem a... Hogy melyik gumi van rajta, nem tudom, most ezt megnézem. Azt hiszem ez van rajta. Ja, azt hiszem ez volt rajta, nem tudom. Alakul a Satsuma rallira, már csak haza kell vinni, föl kell rakni, de jól fog mutatni. A few moments later. Azt a mindenségét, iszonyú jól néz. Szerintem ez sokkal nagyobb átméretű, és teljesen kitölti a tért. Azt hiszem be is van állítva. Á, nagyon jó, nagyon tetszik. Azt hiszem, hogy a gép az kész rallira, elkészült rallira. Fullos motor, turbóval, új felfüggesztés, új kerék, tapadás, vadonatúj, minden. Úgyhogy azt hiszem már csak a hétvégét kell megvárnunk, és több dolgunk nincsen az autóval. Ezt meg felejtsük el, úgy ahogy van. Azt nézem, hogy a sötétítés az lejött. Na mindegy. Hát most súlykönnyítve nem lett az autó egyáltalán. Kicsit érdekes. De hogy minden benne van, ami gyárilag kell, hogy legyen. Azt gondolom, hogy én ezt az erővel kárpótolom. Ja, nincs rúzva, kézi. Úgyhogy mi erőből visszahozzuk azt, amit a többiek a gyári autóval leszedik a izét, ezt a belső burkolatot, hátsül és minden. Én nem szórakozok. Megfogom. Kösd be maga a gyújtás. Later. Elindultunk, különben. Na, semmit nem tudok a ralliról. Azt tudom, hogy ott ugye a várostól indul, de elvileg van már másik ralli út is, nem tudom. Meglátjuk. Amúgy most megyek elsőnek tényleg az új gumival, az új felfüggesztéssel. Úgyhogy eléggé kíváncsi vagyok. Meglátjuk. Soha az életemben nem ralliztam még. My Summer Car-ba. Itt az ideje. Hoppá, hoppá. Ez micsoda? Itt van a városban, ugye itt van a műszak is, és akkor itt már készülődött egy ideje egy ilyen bolt. Hát még nem nagyon van föltölt semmivel. Most csak. És ez konkrétan már így benn van a játékban, vagy ez csak valamelyik modomhoz tartozik? Mert így konkrétan akkor külön ide kerülnek, itt tudod már megvenni a modos alkatrészeket. Az amúgy menő. Na mindegy. Ezt is tudjuk. És amire mindenki úgy várt, kivéve én, mert fogalmam nincs, hogy mi hogyan van. Konkrétan nincs semmi, úgyhogy... Ott látok len valakit.
Jaj, de tényleg konkrétan nem tudom, hogy mi hogyan megy. Na nézzük, te ki vagy? Junior SS Registration. Úgyis ez honnantól onnan megy, egészen addig tovább. Jó, hát ez konkrétan arra megy, ott elmegy ott a házunknál. Te úr ezt állt, ej, tonnek petkelő, miten az ijajom a küperre? Kell hozzá bokósisak. Az más, hát akkor megint csúszik az egész dolog. Mert akkor még be kell tennem egy betörhelmet modot. 20 minutes later. Jó, hogy beraktam a betörhelmet modot, ugyanolyan hulladékszer az egész, mint eddig. Szóval akkor registration. Mi van? Mi? Require safety gear. Az mit tud? Hát elmentek már faszomba, megyek be az, hogy mindjárt így egy kör. Hát de most ez komoly! Az milyen, valaki mondja már, mi az a safety gear, meg hogy miért nem működik a betörhelmit. Várjál, itt írja. Fogd már a pofádat. Kell a tűzoltó készülék, az otthon van, teljesen tökéletes állok. Rollbars, az nem tudom mi az a rollbars. Na, most hogy alakul majdnem minden, de van bukókeret, aminek iszonyúan örülök, és ugye így ki lett szedve így az oldalsó ajtóburkolat is, meg a padlólemeznek a szőnyeg, ilyen fasságok, minden. Úgyhogy elvileg így engedni kéne a játéknak, hogy elindítsam. Elvileg mindennek megfelelünk, ami a kell, úgyhogy Zoltán Kormos aláírja. Drive slowly to the starting era. Egy kört fogok menni, mert kíváncsi vagyok tényleg az egészre, hogy mi hogyan működik. Itt most nem az a cél, hogy megnyerjük, úgyse tudnám szerintem megnyerni. Na, hát tényleg nem tudom, úgyhogy most kicsit izgulok, hogy mire számítsak. Így most a rally van, mert most ez tényleg egy más pálya, hova kell gurulnom oda. Hát azért nem fogok totojázni, meg ilyenek, de nem szeretnék elszállni. Azt írja, hogy get ready, 2. Figyelj, és akkor megyek, 2, 3. Jó, kanyar. Baszeg, de rég volt ilyen magas a púzusom. Gyere rám, add ne rali. Ne, csak ne dobjam el. Jó, nem akarom eldobni. Nem megyek olyan hú, de iszonyú gyorsan, csak ne dobjam el. Nem megyek olyan hú, de iszonyú gyorsan, csak ne dobjam el. Jós, de jó vagyok. De jó vagyok! Hát de mi volt ez? Hát elpattogott a segge. Ez remélem nem olyan lesz, mint a három magyar igazság, mert jó, most ez már eddig jobban sikerült, mint az előző. Jövök, aztán meg tudja mi lesz. Most próbálok koncentrálni, úgyhogy nem tudom, hogy olyanokat nem fogok bevágni, amiben beszélek, csak hogy így megyek, mert ez azért kell a koncentráció, tudjátok. Különleg, hogy így megy az autó. Így. Figyelj, egy 110-es tempót jövök. Nem egy eget rengető, de tényleg itt azért fizikával játszani kell, mert ez nem egy Forza. Jó, nem baj. Jó, és akkor itt van egy kanyar. Tökre úgy néz ki, mintha lassan mennék, de csak azért, mert lassan is megyek. Igen, ott volt egy hatalmas nagy hibám, azzal veszítettem vagy 10 másodpercet szerintem. Újra kellett indítani. De itt amúgy viszonylag jó tempót lehet autózni. És rá nem merek nézni a kilométer órára, mennyivel jövök. Az a lényeg, hogy nem állok keresztbe, és nem törtem még össze az autó. Azt a kurva, azt honnan kellett visszahozni. Azért annyira nem ment el, de jó, most vagyunk kb. 70%-nál. Szépen befűzzük. Jó ez a gumi, jó az autó, és jó az autó, csak én vagyok balfasz. Jó, azért annyira nem vagyok balfasz, igyekszem menni. Jó, most már itt vagyunk azért a vége fele, itt élök, nem tudom, hogy mennyit vágtam be belőle, igyekszem bevágni belőle. Fogtam! Leesett a képafogó! Megy még. Innen már nem indítom újra. Ajtós kinyílt. Csukd már be! Ne kinyisd, te fasz! Azért érződik, hogy nem ismerem annyira a pályát. Úristen! És itt ez a cél? Igen! De nem. Újraindítás? Nem mondod, ez nem a cél, bazd meg, én megmondom, megküldöm. Ez csak szól, hogy mindjárt itt a cél, mert a cél az ez. Finish. Besétáltam. Megérkeztem. Atya úristen. Hát gyerekek,
Fogalmam nincs, mennyi időt mentem. Na minden esetre hazahoztam az autót, éppen, mert végül is értelme nincsen, elmentsem ennek a dolognak a dolgát, mert ez tényleg olyan, mint egy roncs derbi után. Haladtunk, mert végül is be van bokócsövező, meg ilyenek, de mindezt mesélje helyettem a bejelentkező én, hogy ne egy ilyen hülye kijelzőt kelljen néznek, hanem egy rendes bejátszás. Ha már van új telefon. Most játszok valóban, ezt kirédzseltem valamelyik jeleten, nem tudom. Itt beleütöttem a izébe, a billentyűzetbe, rendes, úgy fáj a kezem. Na mindegy, remélem, hogy én nagyon jó szórakoztam, nem tudtam, hogy mire számítsak igazából így a rally alatt. Remélem, hogy nektek is élvezhető volt a videó. Hogyha igen, akkor nyom egy lájkot, írd le kommentbe a véleményedet, iratkozz fel a csatornára, illetve a leírásba nyilvánvalóan megtalálsz mindent, mert igényesen végigvezettem, úgyhogy ezt már egy jó ideje megtalálod. Köszönöm, hogyha ideig megnézted a videót, a következőben találkozunk, ami egy BMG Drive multiplayer lesz szintén. Ott találkozunk, és ciao. Yeah.